tudom, hogy otthon ülve mindenki ezen röhög, meg most már, azért most én is egy kicsit így röhögök ezen, vagy nem röhögök nyilván, de hogy közben ezt én egy másik embernek az életében okozom. Tehát, hogy ő Gabi, viszi Gabi, el. Hogy reagál? Ugyanezt akartam. Hogy reagált Gabi? Igen. Én nem ő rájött, hogy kim van a melle, vagy nem? Én nem is tagadom, nekem volt Norbi sportmelltartóm is. Tehát amire rá volt. A Norbi tartotta, vagy mi volt? És most is abba vagy? Nem. Senti, mikor tartjátok a karácsonyt? Hát, mint minden ember. Ja, tehát miért, mit gondoltál? Tehát ő nálam már áll a fa, csak azért. Nálunk is áll a fa. Sziasztok, kedves Blik nézők, ez itt a Címlapsztori következő rész, és annyira boldogok vagyunk, hogy itt van velünk Pácz Viki. És a mai vendégeink Áder, Anita és Holdán Flinda! Hello! Hello, sziasztok! Én egyébként megtapsolom. Én is! Hányszor tapsoltatod meg minket? Így, tudjátok, így kell abba hagyni. Igen. Köszönjük, hogy itt vagytok. Hogy vagytok? Ugye hát most már mindjárt karácsony itt van. Kezdjük ezzel, hogy álltok az előkészületekkel, ajándékvásárlás, hány panettónénál tartotok? Mi az a panettone? Mi megesszük évközben. Nincs, még nem vagyunk ott. Nem vagyunk ott. Senti, mikor tartjátok a karácsonyt? Hát, mint minden ember. Ja, tehát miért, mit gondoltál? Tehát, hát ő nálam már áll a fa, csak azért. Nálunk is áll a fa. Nálam nem áll a fa. Nem, mi december 6-án díszítjük, mert ott ugye az a szokás, de egyébként a Robi nem egy ilyen karácsony hagyományokban topzódó ember. Ez én miattam van, mert mi szeretjük nézni a gyerekkel. Ennyi. Állapa. Az fontos, ha állapa. Az a legfontosabb ajándékvásárlás. Mennyire vagytok ilyen mindenkinek nagy ajándék, vagy kézzel csináltok? Hát ez csodálatos, hogy kézzel csináljuk. Hát, igaz, mindenkinek itt megkímélünk attól. Na, hogy oda is kanyarodtunk. Igen, hát, hogy kézzel csináljuk. Anitával vállalunk ilyen kézzel készített ajándékokat, mert viccet félretéve mi már évek óta a családban megbeszéltük a papimmal, meg a mamimmal, hogy nem adunk ajándékot egymásnak. És megmondom őszintén, hogy az első év az nehéz volt, mert tényleg, hogy úgy megállja az ember, hogy ne vegyen valamit, de hogy túl lehet élni. Tehát, hogy ez egy ezt tök jó... Mutattad, hogy túl lehet élni? Hogy nagyon élek. Jól lefogyott, ja, tehát ezt szerette volna így. Gyönyörű. De hogy szóval tényleg sokkal jobb ez így, és sokkal megnyugtatóbb, hogy nem veszünk egymásnak ajándékot, és valóban, szóval létezik ajándék nélküli karácsony után még egy olyan karácsony, meg még egy, ami boldog tud lenni. Én már novembertől ilyen őrült karácsonyi lázba élek, mert hogy a Vörösmarty térig lesz Christmas vásárnak. Én vagyok a háziasszonya, és ugye ez egészen december 31-ig nyitva van, úgyhogy én hetente járok ki oda, és bámulom az árusokat, és szívom magamba a karácsonyi levegőt, úgyhogy mindenkinek ajánlom, a nagyon jó kis karácsonyi program. Menjetek ki! Ez a Címlapsztori című műsor, amiben a hét legolvasottabb likkes híreiről szeretnénk beszélgetni a vendégénkkel, és... De mondjuk el, hogy miért mi ülünk ki? Hát mert szépek vagytok. Jó, az Linda lefogyott. Okay. Jó, de hát hogy azért, mert hogy mi egy nagyon jól működő műsorvezető páros vagyunk azért. És állást kerestek? Nem, csak mondom. Hogy és barátnők is. Igen, nagyon jó barátnők vagyunk. Én ezt egyébként lecsekkoltam, mert nem minden műsorvezető páros jó barátnő, de ti akkor azok vagytok. Hát nézd ránk. Én csak ide beülök kell az egész amúgy. Nincs mese. Ő volt. De hozzáteszem, amúgy én is fogytam. Bár nem látszik? De látszik, de most bírom a egy karácsony előtt, tehát ne beszéljünk már erről, tehát hogy ezt engedjük el ezt a témát. Mert ő nem kicsérhetett, hogy fogyott. És olyan igen, mert tudom, hogy... Így bejött, és egyből mondtad, hogy... Tudom, hogy neki ez fontos. De jól nézel, a tested, ott ültem, semmi. Te így szereted magad. Én szeretem magam. Ki szereted gombot? De látszik, egyébként viccen kívül látszik, és jól nézel ki, jó a derekad, és jól is öltöztél föl. Igen. Öltöztetnéd? Én gond nélkül, igen. Egyébként lehetne? Tehát egy kicsit a tehet karcsulányokra is jól lehet ruhát adni? Hát már hogy ne lehet, mert bárkire lehet jól ruhát adni. De ez engem amúgy érdekel, mert amúgy nehéz, amúgy mindig azt látom, hogy mindenki... Mert eddig nem sikerült.
nagyon vicces vagy, de nem, hanem azt látom, hogy mindenki nagyon csinos, nagyon vékony, és amúgy nagyon trendin fel van öltöztetve. És én amúgy el akarok egyszer menni, hogy egy kicsit egy teltkarcsú nőt is jól trendin menően fel lehet öltöztetni. Akkor legyen az, hogy ezt most megbeszéltük, hogy én felöltöztetlek téged. Ez most megígérem? Ezt megígérem, igen. Jó. Kölcsönruhák? Nem, ami tényleg jól áll, elmegyünk egyszer egy két körbenézünk, órára. Elmegyünk két órára, és ez semmi jelentősége nincsen annak, hogy valaki 20 kiló, vagy 40, vagy 60, vagy 100, vagy 120, fel lehet mindenkit jól öltöztetni, csak meg kell találni azt, ami jól tükrözi azt, hogy ő valóban jól tudjon meg kinézni. Meg hogy jól érezze magát benne, ez a legfontosabb. Tehát egy ruha önmagában semmit nem ér. Tehát egy 20 kilós lányon is, hogy egy olyan ruha van, amit az Anita mond, hát, hogy nem jó. Annyival születtünk. De marom rövid átmenet volt. Tehát az egyik combom tényleg annyi. Volt egy nap a bölcsiben, amikor volt egy ilyen bölcsis mérlegelés, mondta, hogy jó, de jó. Igen, fél évvel később már 40 voltam. Na jó, de viszont én ezzel élni fogok, és csinálok róla majd egy videót, és nem egy holnap. Én pedig Ferenc pápáról szeretnék beszélni veletek. Köszönjük. Csodálatos átkötő. Úgy igyekeztem, nagyon sokat tanultam. Volt egy ilyen átkötő iskola, és igen, jól sikerült. Egy ilyen nagyon vidám témával szeretném kezdeni. Amen. Köszönöm. Ferenc pápa az emberiség pusztulását jósolja. Látomása szerint a dolgok még rosszabbra fordulnak. Csak hogy egy kicsit komolyabbra fordítsuk a szót, nem sokáig persze. Azt mondta, hogy nagyon nehéz ugye a mostani időszak, háborúk, ukrajnai-orosz konfliktus, emelkedő megélhetési költségek, szegénység, éhínség, nemzetközi energiaválság, de azt mondta, hogy egy látomása szerint még rosszabbra fordulnak szerint a dolgok. Mit gondoltok erről, hogy ez egy reális dolog, hát, hogy még rosszabb legyen? Szerintem biztos. Persze, ez természetes. Tehát, hogy én most hát nem akarom... Kár, hogy természetes, hogy ezt mondjuk. Igen. Tehát most nem akarom a Ferenc pápát megkérdőjelezni, hogy valóban volt-e ilyen látomása, de hogy azt gondolom, hogy ezt egy látomás nélkül is tudjuk és érezzük most a bőrünkön, hogy egyszerűen egy olyan állapotban vagyunk, és ebben még befelé megyünk, és hiába, hogyha mondjuk most jön egy tündér, és egy csapással így mindent így elvágna, még akkor is nyögnénk évekig annak a terhét, ami ugye az elmúlt pár évben történt velünk, a Covid-tól elkezdve, a háborún keresztül, a gazdasági válságon, mindenen át. Tehát, hogy oké, hogy a Ferenc pápa ezt mondja, de én is ezt mondom. Ez egy sokkal fontosabb dolog. Egyébként én is ezt gondolom, de hogy volt-e ilyen látomás, szerintem abszolút lehetett, igen. Mert azért azok az emberek, akik ugye az imádság is ugyanolyan, mint egy meditáció, tehát hogy nyilván sokkal érzékenyebbek egy csomó mindenre, amire mondjuk mi a hétköznapi életben nem, vagy a hétköznapi ember annyira nem, és én ezt simán el tudom képzelni, hogy ők sokkal erősebben érzik ennek az egésznek az energiáját. Ha már csak a rezgéseket nézzük, és én hiszek ebben, nagyon sok szorongó embert dobott ki ez a Covid, és nagyon, nagyon sok létbizonytalanság lett az életünkben, és plusz ezeket még a háború is megdobta egy kicsit. Én is azt gondolom, hogy egy kicsit befele kellene figyelni, vagy mindig ezt mondjuk, hogy tanuljon ebből az emberiség. Nyilván nem tanulunk sosem belőle, mert amikor meg elindul és kezd jó lenni, akkor úgy gyorsan elfelejtjük azt, hogy na akkor emlékszel, hogy azért máshogy gondoltuk meg, hogy több időt magunkra, a szeretteinkre, a nem tudom én, hogy akkor újra belekerülünk ebbe a verklibe, ebbe a hétköznapi rohanásba, ebbe a közömbösségbe, ami szerintem az egyik legdurvább gondolkodásmód, hogyha így mondjuk globálisan nézzük az emberiséget, hogy mennyire közömbösek leszünk egy idő után mindenre, csak magunkból induljunk ki, tehát, hogy amikor ugye kitört mellettünk a háború, akkor mindenki egyből rögtön rohant, segített, tolta, csinálta ezerrel, és hogy most már, ha hallod a hírekben, akkor nem ülsz le, és torpansz meg egy pillanatra, hogy na most akkor itt mi történik, hanem mész tovább. Szóval ez a közömbösség, vagy hogy... Szóval ez annyira jellemző, és ez nem jó. És nem csak karácsonykor kell nem közömbösnek lenni, hanem egész évben, mert ott még zajlik valami. Ezek az emberek... Ezt meg tudjátok csinálni magatokban? Hát én igyekszem, igen, én igyekszem. Én nagyon nem szeretem a közömbösséget. Tehát, engem is az rémít meg a leginkább, amikor azt látom embereken, hogy tehát ez az egész befelé fordulás, amiről te is beszélsz, hogy ezt amikor valaki elkezdi, hogy adott esetben akár magába, tehát hogy befelé fordul, az nem egyenlő azzal, hogy nem kezdek el a külvilágra, meg a mellettem élő emberekre figyelni, és segítőkezet nyújtani nekik, hogyha arról van szó.
és azt gondolom, hogy mind a ketten egy olyan közegben mozgunk, és olyan családunk van, és olyan emberek és barátok vesznek minket körül, akik igenis, amikor mondjuk egy ilyenben elfáradunk, akkor ott vannak, és azt mondják, hogy na, gyerünk, állj most föl, és megyünk tovább, és csináljuk. Sobert Norbi update üzletei sorban zárnak be, megszólalt a fitness guru, kötőjel videó. Ugye ez volt egy nagyon olvasott cikkünk, a Fókusz érte Norbit, ezt mondta, csak logisztikai átállás van, semmi más nincs a cég életében, a jövő héten el fogok mindent mondani, itt egy logisztikai átállás van, semmi gond sincsen. Szerintetek mi lehet ilyenkor a háttérben egyáltalán, szabad-e nekünk vájkálni ebben a kérdésben? Nem. Ugye? Tehát, hogy én megmondom őszintén, hogy, hogy erről a hírről nyilvánvalóan, hogyha ez volt a legolvasottabb, és ugye ennek a műsornak ez a lényege, hogy a legolvasottabb hírekről beszéljünk, nyilván akkor ez érdekli az embereket nagyon, de közben én nem érzem jól magam attól, hogy mivel nem ismerem a részleteket, nem tudok róla úgy nyilatkozni, úgy beszélni, nem is beszélnék ennyi ember előtt, mint ahányan ugye ezt a videót meg fogják nézni. Szerintem ez nem, ez nem szép dolog ebben vájkálni. Az bárki, tudom, hogy a Norbi egy nagyon megosztó személyiség, de amit ő felépített, az egy zseniális dolog. Ő akkor, abban az időben meglátott egy piaci részt, és épített egy birodalmat. Nyilván egy ekkora céget irányítani olyan, mint egy hosszú házasság. Mindig vannak hullámvölgyek, ki tudok eljönni belőle, nem. Azért, ha megnézed, a gazdasági életre is elég komoly nyomás nehezedett itt az elmúlt 4 évben, és a háború sem segített ezen. Minden, tehát akik vállalkozásban vannak, mindenhol vannak problémák. Nyilván őre nagyobb fény vetül, mert ő szemmel jól látható eredményeket produkált, de azt azért ne menjük el tőle, hogy ő hány embernek segített ezzel. Pontosan. Lehet bármit mondani a stílusáról, a nyerségéről, én magam is szoktam vele ezzel viccelődni, vagy beszólogatni neki, de nagyon sok embernek segített. Most az, hogy éppen gond van, nincs gond, igen, nem tudjuk a részleteket, nem tudjuk, hogy mi van, én nem tudom, hogy ebben nincs egy kis magyar káröröm. Tehát, hogy ami megmondom őszintén, én ezt nem nagyon szeretem. Tehát, hogy ebből inspirálódni kell. Ki tegye föl, a mindenkinek volt Norbi kazettája otthon, mindenkinek meg volt a könyve. Persze, hát mindenki. Igen. Hát minden. Csak már nem tudom megkérdezni. Mama, mi? Update 2. Turorodik. Jaj, de jó. Hát szóval, hogy ez mindenkinek ott lapul. Hát mindenki, aki fogyni akart, alakfon, mindenki ott tolta, csinálta. Én nem is tagadom, nekem volt Norbi sportmeltartó mi is. Tehát amire vár vagy. Hogy a Norbi tartotta? És most is abba vagy? Nem, hát lehetett kapni egy ilyen kollekciót, volt nadrág, vagy Jézusom, és én erre nem is emlékszem. Igen. Ez kimaradt nekem. Mert én szerettem abba tornázni, mert úgy érezted, hogy azért mondom, hogy mindenkinek ott volt. Az, hogy most ő ha nehézségben van, hanem hagyjuk békén. Én drukkolok neki, hogy túljöjjön. Igen, persze, igen. Meg ez, amit az Anita is mondta, hogy, szóval, hogy tényleg egy végtelen inspiráló ember. Tehát most minden, tehát lehet szeretni, nem szeretni, és ez minden emberre elmondható, hogy lehet szeretni, vagy nem szeretni. De ő valóban képes volt arra, hogy menjen előre, és mindig azt mondom, hogy amikor így kis fikagombócokat dobigálunk emberekre, hogy csináld utána. A legcukibb hírem van. Na. Nem tudom, megvan-e még nektek Egri János és Kaplár F. József. Ugye a legendás kvízmester és sportriporter. Egri János 86 éves, Kaplár F. József 73. És ők a mai napig teniszeznek. És hogy mindjárt mutatunk egy kis videót a háttérben, most forgattunk velük, ez a vasárnapi Blikben jelent meg, imádom őket. Tehát a 86 éves Egri János teniszütőt ragad, és teniszezik Kaplár F. Józseffel. Hogy mennyire menő ez? Ti terveztek ilyet, hogy mennyire, meddig fontos fitnek maradni, meddig fontos aktívnak maradni? Pont azon gondolkodtam, hogy mit fogsz fel, tehát hogy milyen, hogy tervezünk-e ilyet. Mi sokszor tervezünk ilyet az Anitával, hogy mi nem a tenisz, hanem hogy majd ülünk egyszer valami nagyon-nagyon szép kis bárban, egy étteremben, mondjuk a Bazilika tövében, vagy Rómában, és csak proszekkózgatunk. Tehát, az hogy jó. Végül is pohár emelgetés, tehát az is, de hogy nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy majd öregkorunkban így fogjuk csinálni, de valóban most, hogy így mondod, végül is a sport se rossz. És utána egy kis proszekkó. Bocsánat, én jogázom már mindjárt 10 éve. Én hiszek ebben, hogy egyébként ez nagyon fontos. Én mindig azt szoktam mondani, hogyha a fejed elkezd öregedni, a tested is megy utána. Tehát, hogyha fejben te azt
rakod bele, hogy te már öreg vagy, te már erre nem vagy képes, te már ezt nem akarod csinálni, akkor egyszer csak a test is elkezd utána menni. Ha fejben te azt mondod, és az egészséged is megengedi, mert azért nyilván az egy fontos dolog, hogy mennyire tudsz aktív lenni, akkor szerintem bármeddig az ember tolhatja. Az anyámnak a barátnőit 40 évesen én olyan öregnek láttam, mert már, de komolyan, mert úgy kezdtek el öltözködni, már nem beszélhetem. Kérem szépen, én 47 vagyok, szerintem. Bomba. Köszönöm. Majd jönnek a kommentek. Jönnek. De... De nem, egyébként ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, ez, hogy hogyan éljük meg a saját korunkat. Tehát például nagyon sok esetben van az, amikor valaki beleérik a saját életébe. Tehát, hogy nem feltétlen 20 évesen történik meg az az emberrel, hogy akkor vagy erőteljében. A párom 50-nek érzi magát belül, de azt mondta, hogy mert hogy ő 50-nek született, mert hogy ő akkor lesz rendben. De hogy akkor lesz rendben. A Roberto, ő egyébként a hegylakó, tehát ő 440 éves. Ezt szoktam neki mondani. De hogy... melyik életedből hoztam? Megérkeztetek a saját korotokba? Tehát ti elégedettek vagytok? Ott vagytok, ahol vagytok? El tudjátok fogadni az időmúlását? Én most sokkal jobban érzem magam mondjuk, mint 20 évesen. Tehát az én alkatom, meg az én gondolkodásom, meg a humorom, meg minden az szerintem sokkal jobb, hogy a humor, nem úgy értettem, azt csak véletlen mondtam. 20 évesen is volt humorod. Nem, csak hogy jobban érzem az egész lényemmel, a testemmel, az agyamnak az összhangját most, mint mondjuk 20 évesen, és egyáltalán nem félek attól, hogy mi lesz 50, 60, 70, 80 évesen, hanem így tökre állok elébe, és így azt gondolom, hogy lehet, hogy az én életem az olyan lesz, ami sokkal inkább akkor fog kiteljesedni. Hát figyelj, 40 éves, 41 néhány éves korukra a nők, férfiak többsége már elvált. Jó, ezt már kipipáltam, ezt én is megtettem. De hogy közben még simán benne van, hogy köszönöm szépen. De hogy még simán benne van, hogy én nekem mostantól kezdve majd úgy alakul az életem, hogy most fogom azt az életet élni, amire én mindig is vágytam, és sokkal felnőttem. Igen. Így kérem a jó. Na most romoljon el megint a kijelző. Küldj egy jelet! Jelet kérünk. Jó, egyébként ez abszolút így van. Én például emlékszem, alig vártam, hogy 40 éves legyek. Te tényleg vár? Ne. Ott volt a bulin. Tudom, hát emlékszem, mert milyen jó kis filmet csináltunk. Ő ott volt a bulin. Igen, érdekes, mindegy, hallottam tovább a sztorit. Hány éve vagyunk barátnők? 10. Több. Nem. De. Nem. Linda Szeremoly. Hát tudod, diszkalkuliás vagyok, de szerintem 10. 10 körül. 9. 8. Na, Linda már kicsit nem több, tudom. De te 10 én nekem akkor. Úgy rémlik, hogy kés. Tehát, hogy később? Ilyen, hát, hogy igen. Tehát, hogy 8 vagy, hogy 11. Nem az a kérdés, hogy melyikötök mikortól számítja a barátság kezdetét. Ugye? Azért ezt tegyük hozzá. Szóval, hogy én tényleg vártam. Én akartam. És én 40 éves koromra értem meg úgy, hogy én elkezdtem magam jól érezni, és egy csomó fölösleges dolog, amivel nem akartam, amivel neked már nem is kellett remény, volna. Igen. Most ez nagyon inspiráló, mert én nemrég voltam 30, és engem megtört. Tehát, hogy én... Még csak? De nem, én komolyan hármasra kezdődött, és onnantól kezdve járok pszichológushoz. Ezt most de miért? De Viki, csak gondolj végig a saját életedet. Nem, de úgy megütött, hogy 30 év, hogy úristen, de sok. De Viki, hát, nem veszed észre azt, hogy mész előre az életedben, és egyre sikeresebb vagy, egyre jobban nyílsz ki, egyre nézelesebb vagy. Azt nem meri mondani. De egyébként most csak gondolj vissza a nulladik pillanattól. Tényleg elment a pszichológushoz, hogy 30 lettem, és hogy de mi az, amitől ez problémát okozott neked? Nem tudtam amúgy kimondottan megmondani, úgy bepánikoltam. Lehet, hogy az egész világ, a helyzet, hogy hogyan tovább, hogy ugye nincs család, nem szültem még, nem vagyok igazi magyar ezek szerint. Nyugi, én se. És nézzük el, lehet élni, tessék. Még én se szültem. Na azt fölvennénk egy videóra. De nem, ez... De hogy az örülök, hogy azt mondtad, hogy 40 évesen. Nem, igen, mert eljutsz oda, hogy mennyi fölösleges energiát pazaroltál fölösleges dolgokra. Az állandó megfelelés, amit te is abszolút mondasz, hogy egy 30 éves nőt, ha nincs családja, az nyomasztja, hogy úristen nekem, mert ezt tolják rá. Igen, könyörgöm, hol van ez megírva? Nincs. Miért kéne nekem egy társadalmi elvárás szerint élni? Úgy kell, ők nem lesznek majd ott a halálos vánkosodnál, a társadalom, és a nem halálos vánkos, érted? A halálos vánkos. De tényleg, és nem fogják azt mondani, neked kell majd visszatükrözni. A kárpátaljai gyökerei. De hogy szóval erre kell mindig gondolni, hogy amikor visszagondolsz, akkor
és igen, erre gondolni kell, akkor úgy gondolj vissza, hogy mi volt 30-től 40-ig szorongtam, 40-től 50-ig szorongtam, nem. Hogy nagyon sok ember úgy éli le az életét, hogy mondjuk nem tud egy jó 5 évet mondani belőle. Igen. És ez nem jó. És például Viki, a te esetedben, ugye amikor mondjuk megismertünk téged, ugye szedjük szét, Viki, szeromat. Annyira durva amúgy, most nagyon... Nem, de hogy, hogy ugye megismertünk téged a való világban, ahol bementél, nyilvánvalóan azért válogattak téged oda be, mert irgalmatlan jó volt a dumád, úgy olyan volt a vaker, hogy tényleg, hogy... Kicsit, de az jól áll neki. Tehát, hogy egyszerűen jó volt a dumája. Na most ahhoz, tehát ez hány éve volt? 8 éve volt. Na most ahhoz képest azóta, tehát stand-up-olsz, műsort vezetsz, tök jól kérdezel. Egyébként a való világban dolgozol, felelős szerkesztőként, lányproducerként, szóval egy csomó minden olyan is. Nem is neked a Linda. De nem az, hanem csak, hogy ez a kiteljesedés, tehát, hogy gondolj bele, hogy ott volt egy ilyen massza a való világban, amikor megismertünk, és ez az egész dolog így 30 pluszosan meg már megtalálta a helyét. Tehát, hogy tudod, hogy hova tartozol. És innen csak mész előre. Kívülről te úgy nézel ki, tehát, hogy mint egy ilyen fölfelé menő rakéta. Na, ezt a részt fogjuk kivágni. Fontos, mert nagyon sok nő szorong ezzel, igen. És igen. Nagyon sok velünk korú ember szorong ezen a dolgon, hogy pont azért, mert nincs család, igen. Nincs gyerek, van egy munka, amit lehet, hogy nem is annyira szeret, hogy én mindig azt mondom, hogy soha nem késő váltani, tehát, hogy ez nem életkor függvénye, és hogyha már visszatértünk arra, hogy ugye ez a két nagyszerű ember idős korában aktívan teniszezik, egy aktív életet él, soha nem késő elkezdeni valami újat. Ott van Schubert Éva, aki nekem a mentorom volt, egy csodálatos színésznő, és imádtam, és imádom a mai napig. Ő még nem tudom én, x éves korában is neki állt, és elkezdett latinul tanulni, vagy valami más nyelvet, mert őt ez inspirálta. Tehát ki mondja meg, hogy te ezt ne csináld, mert öreg vagy. Tehát senki. Nekem senki nem mondja hogy öreg vagy. De figyelj, én ezt is vállalom. Persze, hát nyilván már a gravitáció dolgozik. Tehát, hogy azért már nem úgy nézünk ki, mint 20 évesen, bár szerintem mondjuk én jobban nézek. Én is. Tehát, mert gyakorlatilag volt egy kőfúfrum, és azzal levertem volna itt ezeket a lámpát. Hát és ugye a szemöldöködről ne is beszéljünk. Hát azt hagyjuk, volt a vastag korszak, és a nem volt szemöldöködről. Azok de jó képek voltak is. Óriási váltam is, amiben az Addams Family-ből az ember voltál, és így mentél. De nem izé. Nem a kéz, nem. Hát olyan is volt, hogy olyan műkörmöm volt, hogy kérlek szépen kezet fogtam, a fiúval négy benne maradt. Igen, hát azok még a 90-es években ezek a dolgok még nem voltak volt. Így van. De hát szóval, hogy ezt el kell fogadni, de jól kell magad érezni. Ennek, és ez tényleg így van. Hadd mutassunk nektek gyorsan egy bejátszót, amiben Egri és Kaplárev úr még poénkodnak is egymással. Ha elrontja, akkor így szemrehányul, hogy ránézek. És mondom, ezt a Ferenc megcsinálta volna. Ki az a Ferenc? Na, ki az a Ferenc? Sajnos én tudom a poént. Ez a Ferenc pápa, akinél én egy hónappal talán idősebb vagyok, vagy valami ilyesmi. Menjünk tovább, következő hírünk. Már nem. Én neki csak gyónnét mondjuk, inkább nem teniszeznék. Hú, szegény, én inkább teniszeznék. Tényleg? Hát igen. Hát, hogy megtudja, mi a magyarok úristene. Jó. Kész. Oké. Szerintem egy olyan nap jelenne, hogy kijönne onnan szegény. Olyan látomása lenne, hogy utána hallod. Értek el ezt. Pokorra kívánom. És the next van my girlfriend, és ott áll neki. Na. Elvesztettük. Hát mi is, de szerintem minden tisztelettel Ferenc pápa. Én apáccal akartam menni sokáig. Késő. Tényleg az akartam. Tényleg. Évekig. És mi történt? De most beszéltük meg, hogy soha nem késő, Linda. Hát de ez már sajnos igen, erről már lecsúszott. Ezzel a múlttal. És ez a zárda. Mondjuk, ha megjónom, akkor végül is bármi lehet. Valaki esetleg elvállalna. Na jó.
Természetesen okay. Nézőknek mondjuk ez nem tiszteletlenség, de hát nevetni mindig jó. Kicsit ja. Sírok is közben. Szóval, már nem Elon Musk a leggazdagabb ember a világon, képzeljétek el, hanem nagyon sokáig gyakoroltam a nevét, Bernard Arnault, a Moët Hennessy Louis Vuitton francia célcsoport elnök vezérigazgatója. Na, ott voltál. Igen. Ott mondok pár összeget. Arnault-nak 170,6 milliárd dollárja van, míg szegény Musknak csak 163,1. Ugye a Dior, a Bulgari és a Tiffany márkákat csinálja ez az Arnault nevű úriember. Hogy... Tudjuk. Te tudod. Tudjuk. Ugye Anitának csak Teslája van. Nincs. De csak az ő esetben a Dunába, tudod. Ja, tiéd volt. Most már elmondhatod. Már nincs neki. De ezek az összegek szerintem ezt ember fel nem tudja fogni. Tehát, hogy egyszer van egy nagyon kedves barátunk, ő pénzügyi vonalon dolgozik, és azt mondta, Varga Mihály. Hogy az embereknek, hogyha pénzről beszélsz, az átlagos felfogása az 1 millió forintig tart. Tehát azt az összeget be tudják fogadni. Tehát arról van egyfajta elképzelésük. Minden, ami fölötte van, azt már nem tudjuk. Amikor 1 milliárdokról beszélünk, 2-3 milliárd forintokról, és forintról, tehát nem dollárról, akkor azt nem tudod, tehát hogy nem tudod magadba hol elhelyezni. És azért nyilván ennek az embereknek nem a bankszámláján van ez a pénz, tehát nyilván egy csomó vállalkozásban a világon szerte befektetve. Igen. Igen. Na, mi a kriptó, mondd el? Nem tudom, hogy a Sebestyén Balázs terő nagyon jó ember. Istenem, de unalmas ez néha. Jó, de hát ő tökre benne, én például ezt becsülöm. De első mondatig értem, aztán utána elvesztem. De figyelj, hát hogy én nekem interjúkat kellett készítenem, hogy a kriptóról kellett kérdezni. Na akkor mondd már el. Dehogy tudom, hát 800-at kellett csinálni ugye a reggeli műsorban, mindig a kriptóról beszéltünk. És de mindig... izgalmas lehetett, akkor vetted ezt a szemüveget, hogy kicsit... De nem segített. Csak hogy az átkötések bajnokaként folytassam, 20 ezerért lehet megrendelni Molnár Andit. Egészen pontosan persze. Jó, ez volt a Blikkes cikk, egy kicsit hatásvadász, csak egy hát picit. Nem azért, hogy kattintsanak az emberek, dehogyis. De hogy ugye különböző utalványokat lehet tőle venni, és akkor így lehet nála táncolni. És akkor átadnám nektek a szót, mi erről a véleményetek, hogy... Hát ebben mi a baj? Köszönöm, én is erre most jöttem rá, hogy igazából hát ez ennyi. Bocsánat, tehát hogy ő egy nagyszerű táncos, aki ezzel is foglalkozik. Szerintem például ez egy tök jó ajándék, akár esküvőre, szülinapra, karácsonyra, hogyha valakinek ilyen álma van, miért egy profi táncostól tanulna meg? És főleg a Molnár Anditól. Hát igen. Azért ez menő ajándék. Hát figyeljetek, a Dancingben, amikor ő zsűritag volt egyszer egy extra produkció, amiben ők, tehát a zsűritagok is táncoltak. Tehát a Berezki Zoli is, az Ördög Nóra, a Siffer Miklós és az Andi. És nyilván az Andit már ezerszer láttam táncolni, meg ezerszer láttam fellépéseken, de az az energia, ahogy ő oda berobbant a parketre, hogy egy egészen más nő jelent ott meg, tehát az arca, a minden mozdulata, a gesztusai, szóval ilyen fantasztikus csaj volt. De nem emlékszem, az ébredvelünkben is voltak egyszerben táncolni. Igen. És ott is, tehát hogy reggel, szóval hogy nyilván énekelni, táncolni, az az embereknek olyan furcsa, és tényleg bejöttek neki a Csaszakám, ugye az állandó partnere, bejöttek, és egyszerűen felrobbant a stúdió attól az egész, hát most ebben mi a baj, hogy valaki, akinek ez a szakmája, ne, tök jó. Hát igen. Most érted, kihívjuk a vízvezetékszerelőt is. Az is 20 ezer legalább. Számlá nélkül. De nem, hogy egyébként ez tök jó, és egyébként én, aki például nem tud táncolni, és mondjuk van lehetőségem egy profitól tanulni, szerintem egyébként ez egy tök jó kezdeményezés. Egyébként szerintetek, hogyha a Molnár Andinál 20 ezer egy óra, akkor az Elon Musk egy 160 milliárdból mondjuk hány órát tudna venni? Ezt kiszámolják a kollégák jó, kint jó, a vezérben. Mert most így ezen gondolkodtam, hogy... De szerintem ő az a típusú fasz, hogy lehajol. Illetve 20 ezerért a Tiffanyba mit lehet kapni? Szeretnék, hogy a boltba se, úgyhogy. Illetve a Louis Vuittonnak az L betűnek a szárra. A kínai piacon. De nem mehetsz el 20 ezerért a bolt előtt? Ne viccelje már. Így van. Na ezért nem járok arra. Jöjjön zárásként két olyan cikk, ami... Hát a rólatok szóló cikkekkel fejezzük be.
Melyik kötökkel kezdjük? Mindegy nekünk. Igazából Lindára nem írtunk, hogy külön. Bocs. Milyen kedves ez van, az aki ember. Érdekes, van, aki érdekes, van, nem, hanem ugye azokról a ruhákról szoktunk írni, amiket igen. Ugye te stylingolsz. Igen. És hát melyik másikat emelnénk ki, mint? Melyikre gondolsz? Hát most félek, hogy már bedobással fogok győzni. Igen, legalábbis Gabriella Spanik, aki miatt volt egy kis pánik. Magát azt a képet nem mutatjuk meg, ahol a bimbi is kivillant, de hogy igen. De van róla fotónk, Cserkő Gábor kolléga gyönyörűen elkapta, a blik.hu megnézhetitek 18 évesen idősebb. Hát a Gabi mindig elkapja ezeket a pillanatokat innen is. Rólad is kapott már egy jó képet. Egyébként ezt sztárkibakinak hívják ilyenkor, hogy van olyan? Tehát te vagy a hibás, mondjuk ki. Hát megmondom őszintén, hogy igen, nyilvánvalóan, mivel én felelek a ruhákért, ez nyilvánvalóan a stylistnak a hibája. Hogy nézzük meg őket, hogy mennyire profin kezelték ezt a helyzetet. És könyörgöm, tehát, hogy most tényleg 2023-ban egy... Mindjárt 2023. Ne zavard meg! Jó, 2022 van. 20-as évek. Tehát, hogy lehet itt fölháborodni, na de konkrétan, ha bekapcsolsz bármilyen műsort, tévét, filmet nézel, ott bekapcsolod a YouTube-ot, tehát hogy a gyerekek nem ettől fognak rossz útra térni, könyörgöm. Tehát, hogy ne. Szóval, hogy ne legyünk már ennyire prűdek. Persze, nyilván egy rém kellemetlen dolog mindenkinek, tehát, hogy elsősorban a stylistnak, aki ugye de öltözteti. Nem a stylist hibája. De én is ezt gondolom, ez senkinek a hibája. Mindenki boldog volt, ekkora hírverés nem kapott a Dancing azóta sem. Én nekem felhívott utána egy számomra nagyon kedves ember, és azt mondta, hogy én átírtam a karácsonyt, mert hogy ma este volt karácsony. Minden magyar háztartásban, igen. Na jó, tehát, és akkor a Majka bimbója, miért nem háborodunk? Igen, tehát rá egy hétre kivágta a pulcsit, és ott állt. Mert hogy nyilván a Babettnak a bimbó kis díszeire akart. Tehát érted, nem az történt, hogy kijött, leesett róla a ruha, és anya szült mesztelenül tárogatott. Előfordul, van ilyen? De az is előfordul. Neked volt ilyen? Nekem volt. Hát nekem nyilván szakmából adódóan volt már olyan, például a Dancingben, hogy volt, akiről leesett a szoknya. Tehát például a Pásztor Anna elkezdett, azt hiszem, tangózni, és ott állt egy szár bádiban, mert rántott egyet a szoknyáján, és leesett róla. Akkor ott volt a Nagy Réka, akinek szintén leesett a szoknyája, azt hiszem egy rumbánál. Tehát ezek előfordulnak a legjobb persze, családban is. De ezt te hogy élted át? Az érdekel engem, hogy hát, ezt te megláttad. Én megláttam, és üvöltöttem. Tehát, hogy Jennifer Aniston úgy forgatta végig a Jó barátokat, hogy egy divatot teremtett arról, hogy a melbimbó látszódjon. Szerintem a szexi és utána ilyen melbimbó kiemelő dolgokat lehetett kapni. Tehát utána nők ezt hordták. Tehát akkor miről beszélünk? Tehát, hogy ne, én ezt az álfelháborodást, én ettől rosszul vagyok. Imádom a rólad szóló hírt, Anita. Egyszer, ez egy júliusi cikk, csak kicsit visszamentünk az időben. Persze. Tényleg, kipróbáltál valami kopasz filtert bajusszal. Igen. És erről írtunk, és mindjárt megmutatjuk a képet. Először csak a cikk. Ez még kopasz is lett, okay, igen, is bárki csináltak, köszönöm. Zsolnai Peti kollégánk. Ezt tudod mi, ez az évegy velünk első igen. Adása. Igen, a pókot. Ez egy jó fotó rólad szerint. Jó. Nem? Én nem szeretem, nem szeretem. Engem fotóznak, ez nagyon furcsa. Igen, ez ebben a műsorban is egy kicsit. Mi a probléma? Azt akarom mondani, hogy imádom. Figyelj, egy rosszabb inges, tiszta torrente. De mi a gond ezzel? Nem mondtam, hogy gond, én imádom ezt. Ezt az Instagramra föltettem, és az volt azt hiszem a szöveg, hogy az állítólag a nyaralás megváltoztatja az ember, és hogy az olasz barátaink elkezdtek nekem egy fotót küldözgetni, mert hogy van Olaszországban egy nagyon híres forgatókönyvíró, rendező, tévés, showman, ő, és hogy tulajdonképpen Maurizio, most nem jut eszembe a másik neve. Maurizio. És ő egy nagyon híres olasz tévés személyiség, és hogy gyakorlatilag én a lelkemben már egy híres egy olasz férfi tévés személyiség. Tessék, a fia. Jaj, nagyon jó. Tényleg hasonlítottok. Igen. És akkor ezt kaptam mindenhonnan, hogy én nem vagyok normális, hogy ezt felraktam. Hát így. Tehát kimennél férfiként Olaszországban a Rájúnon vezetnél műsort? Hát van még ott más csatorna is, mint a Rájúnon. De én tehát te lennél az olasz kuki. Viszont ami engem érdekel, hogy tudsz olaszul? Tanulsz, igen, egy kicsit beszélek, igen. Mindent értek. Én, mindent értesz? Igen. Én elmentem egy ilyen újrakezdőre, egy gimnáziumban tanultam, olasz nyelvből is érettségiztem, és amikor ugye Robival összejöttünk, ő 23 éve itt, tehát mi magyarul beszélünk, de hát ki vitte családhoz,
bemutatni. Tehát a családja kint él. Igen, 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 és hát senki nem beszél semmilyen nyelvet, csak olaszul, a húga beszél angolul. Meg egy picit magyarul, mert ő is itt élt egy ideig. És hát gondoltam, hogy azért egy ilyen újrakezdőt, hogy mégiscsak ott ülök a családi asztalnál, és ne akkor nevessek föl, mikor azt mondják, hogy Giuseppe bácsi 92 évesen meghalt, és ő így csinálják, hogy hanem, hogy értsem, hogy miről folyik ott a társalgás. Mondom, legalább akkor nevessek tényleg, amikor ott kell, és hát nyilván azért most már, hogy itt a negyedik év azért mi elég gyakran járunk ki, én sokat vagyok úgy is kint, hogy mondjuk a Robi üzleti dologba így elutazik egy-egy napra, én az anyukájával vagyok, tehát hogy igen, mindent értek. Nehéz azért belefolyni abba a kinti társalgásba, főleg azért ők dialektusban beszélnek. Hozzám, merrefelé vagy? Ez Észak-Olaszország, Treviso. Tehát, hogy ők dialektusban beszélnek egymással, hozzám a szép olasz nyelven szólnak, de azért, amikor ők egymással... Jó lassan. Jó lassan, igen, mint anyám, amikor jött hozzánk az egyik amerikai rokon. A kulcsot! Add ide a kulcsot! És mindig mondta, hogy anya, te hiába artikuláztat a törődik, nem fogja érteni. A kulcsot! Tehát ezt nem tudtam átütni, hogy ez sikerüljön, de nyilván egyébként egy idő után már nem beszélnek hozzád lassan se. És egy idő után már mindegy, hogy beszélnek. A dialektusnak úgy a 60-70%-át értem, ha szép tisztán beszélnek hozzám, olaszul ott majd. Na majd ezt mindjárt tesztelni fogjuk, ezt a tudásodat. De ne teszteld, mert én nagyon gátlásos csak felolvasni vagyok, kell egy és picit. Én nem tudok. Majd én felolvasom. Majd ez jó lesz. Én még nem tudok. Jó, majd meglátjuk. Még azt mondom, hogy terveztek-e kiköltözni Olaszországba? Én biztos, hogy egy-két laki életre fogok majd berendezkedni. Igen? Egy olyan 10 éven belül, igen, amikor a kislányom nagykorú lesz, és ő majd eldöntheti, hogy. Tehát, hogy ez valóban így tervben van, de majd meglátjuk, hát most ki tudja. Én nagyon zavarna, hogyha összejönnék a lányoddal, mert akkor én is különbözöm. Nagyon, de azért a Robi, ő itt él 23 éve, tehát neki ő már gyakorlatilag majdnem ugyanannyit élt itt Magyarországon, mint kint Olaszországban. Azért ez nem egy távolság, tehát autóval 6 óra alatt kint vagyunk, tehát hogy azért mi sokat járunk ki, és nagyon, és neki nagyon is kell az a fajta mentalitás, tehát hogy ő egy ilyen 3 havonta neki van, tehát egy ilyen igénye. Hogy ő kimenjen, de hát most hazudnék, ha azt mondom, hogy én nem szeretek kijárni, mert nagyon jó. És egy nagyon jó tanítás volt nekem, mert egy nagyon másfajta életszemléletet látok azért, és azért ezt jó látni. Akár visszatérve a témánkra, hogy egy nő 50-60 fölött, 70 fölött hogyan kell. Tehát ott nem látsz. Ott látod a 70 éves olasz hölgyeket. Csajokat. Én gyakorlatilag igen, és így is hívják őket, hogy bejöttek a csajok, és ott ülnek a kis prosecco, az aperol, és a beszélgetnek, és mindenki szépen fel van öltözve, és megadják a múgyet, és azért mondom, hogy ez nem feltétlenül anyagi kérdés, hanem ők harmonikusan vannak, ők jól vannak, és ők önmagukkal foglalkoznak. Legyen ez a végszavunk. Köszönjük szépen Ábel Anitának és Holdan Frindának, hogy itt vagytok. Még nem engedünk el titeket egy kicsit, most ennek a résznek vége. Kedves címlapsztori nézők, iratkozzatok föl YouTube-on, nézzétek a blik.hu-t, a Blik Facebook oldalát, és olvassátok a Blikket. Találkozunk legközelebbi. Sziasztok!